lesz szerintem nagyon izgalmas, mert nagyon jól kapcsolódik legalábbis nevében mindenképpen ehhez a témához, ehhez a robotzsalú dologhoz. Olyan szempontból, hogy az ember és a gép közti különbség, vagy éppen összhangja, az szerintem a jövő egyik nagy kérdése lesz, vagy talán jelen kérdése. Aki előadja ezt, az Úr Balázs, ki itt áll mellettem, információbiztonsági szakmérnök, szoftverfejlesztő, OTRS Magyarország, és ő egy szabad szoftver evangelista és adatrealista. Na, ez nagyon, nagyon érdekel majd, hogy mit jelent az, hogy adatrealista. Sokan azt gondolják, hogy az adatnál már kevesebb reális dolog van, de lehet, hogy ez majd kiderül, hogy lehet ezt még fokozni. Viszont ami nagyon izgalmas számomra, hogy te megpróbálod valahogy értelmezni az adatvédelem és a magánszférának a kapcsolatát, ennek a fontosságát, ezt hangsúlyozod. És ez szerintem is egy rendkívül kritikus dolog, pont azért, mert az ember nem gép, a gép meg nem ember, legalábbis még. És ezért különösen érdekes, hogy vajon mit kezdenek az adatokkal, úgyhogy kíváncsian hallgatjuk. Köszönöm szépen. Esetleg a szlájdokat. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen a felvezetést. Aki többet szeretne rólam tudni még ennél is, az beírhatja a nevemet a kedvenc keresőjébe az interneten, mert eléggé egyedi nevem van, úgyhogy az mind én vagyok, viszont ne Facebookon, mert ott még nem vagyok fönn, tehát ott nem érdemes engem keresni. Most éppen a OTRS Magyarország Kft. Színében vagyok itt, és alapvetően arról fogok egy rövid áttekintést adni önöknek, hogy ki lehet esetleg váltani a szakembert valamilyen automatizált megoldással, illetve amiről itt szó lesz, fenyegetettségekről fogok beszélni, persze az előző előadó is, ahogy elmondta, rengetegféle fenyegetettség van, tehát amiről én beszélni fogok, az körülbelül a jéghegy csúcsán lévő kis hópihe, tehát majd mindenki így kezelje ezeket, amiket mondani fogok. Ahhoz, hogy tudjunk védekezni, először támadni kell tudni, mert ha nem tudunk támadni, akkor mi ellen védekezünk, tehát ez szerintem összefügg, illetve hogy hogyan lehet oktatással, incidenskezeléssel, illetve automatizálással az egész folyamatot biztonságosabbá tenni, és hogyan lehet a rendszerbe azokat a szűk keresztmetszeteket vagy gyenge láncszemeket kiváltani valahogy, amelyek a biztonságot csökkentik. Ugye azt mindenki tudja, hogy a biztonság annyit ér, amennyit a leggyengébb láncszem ér, mert valószínűleg ott fognak támadni. Néhány dologra akkor én is beszélnék. Ugye alapvetően én a fenyegetettségeket nagyjából két kategóriába tudnám sorolni. Az egyik az emberi eredetű, a másik pedig szoftver eredetű. Az emberi eredetű az hát általában az emberi gyengeséget használják ki, tehát akármennyire is felkészítjük a kollégákat, akármennyire is oktatunk, biztos, hogy egy nagy cégnél lesz valaki olyan, akit meg lehet téveszteni, akit egy megfelelően formázott e-maillel rá lehet venni arra, hogy írja be a jelszavát valamilyen helyre. Én nem tudok ilyen statisztikákat mondani, hogy kinek hány ilyen támadás ér. Én azt tudom elmondani, amit én kapok konkrétan, tehát nekem naponta kb. 3-5 ilyen érkezik a postafiókomba, hogy lejárt az e-mail címem, zárolták a fiókomat, elfogyott a kvótám, és most azonnal lépjek be ide, írjam be a felhasználat meg a jelszavamat, és akkor feloldják, különben törlik az egész fiókomat. Tehát ezek nálam mindennaposak, úgyhogy mondom, nekem 3-5 érkezik naponta. Valószínűleg önöknek is körülbelül ennyi, vagy még több, vagy még kevesebb, nem tudom, ezt mindenki tudja. Egy-kettő elég jól meg van csinálva, tehát én azért ezeket meg szoktam nézni biztonságos környezetben, mert kíváncsi vagyok, hogy mivel próbálkoznak. Van, amelyik nagyon jó, de van, amelyik például 40 forintnyi előnyhöz akart juttatni, tehát elfelejtették a forintot átváltani a megfelelő valutára, és csak a számot írták be. Tehát vannak nagyon amatőrök is, de vannak benne egész jól sikerültek is. Ugye a másik probléma az, hogy ezek a bejelentkezések, ha nem is adom meg a jelszót, akkor sokan gyenge jelszót használnak. Tehát ez a rövid jelszavak, számok és egy szó, ez így felejtős. Értelemszerűen jó lenne, ha mindenki használná a jelszókezelőt, mert az abban bármilyen jelszót be lehet írni. Nekem az alapértelmezett jelszavaim 64 karakteresek, és csak olyan karakterek vannak benne, amit nem tudok begépelni, mert nincs rajta a billentyűzeten. Ezt azért valószínűleg nehéz feltörni, és persze mindenhol más.
illetve amit a szintén az előző előadó is említett, hogy különböző OSINT technológiákkal, tehát ilyen internetes keresésekkel nagyon sok mindent meg lehet tudni az emberről, a szervezetről, és közvetlenül lehet egy személyre szabott támadást indítani ellene. És hát erre sajnos sok példa van, hogy ezeket azt hiszik, hogy ezek valós e-mailek, és megadnak utána olyan adatokat, amivel hatalmas kárt tudnak okozni a szervezetnek. Pláne, hogyha ez egy kritikus infrastruktúra, akkor ott még nagyobb a probléma. Ezen kívül van még rengeteg más, most csak azért hoztam ennyi példát, hogy érezzük, hogy nagyjából hol is vagyunk. A szoftveres problémák, amikor nekiállnak, és akkor elkezdik próbálgatni nyerselő módszerrel feltörni a jelszavakat, vagy olyan sebezhetőségeket használnak ki, amit megint csak emberi mulasztás miatt nem telepítették fel a biztonsági frissítéseket, kijött a biztonsági értesítés, ezt a támadók is olvassák értelemszerűen, tudják, hogy mit kell támadni, és ha valahol köztudott, hogy milyen rendszer van, akkor már azonnal lehet ezeket a célzott támadásokat intézni az adott rendszer ellen, ha nincsenek föltelepítve a megfelelő biztonsági javítások. Illetve ami manapság nagyon gyakori, ezek az úgynevezett ellátási lánc elleni támadások. Rengeteg szoftver, ugye nyílt forráskódunkban már szinte minden nagy része a szoftvereknek, ezek különböző komponenseket használnak, elég csak egy olyan komponens megtörni, amit rengetegen használnak, már is rengeteg cég lesz óriási problémába, amikor valamilyen automatikus frissítés következtében bekerül egy kártékony kód abba a kódbázisba, amit ők használnak. Úgyhogy ezek ellen érdemes lehet valahogy védekezni. Sokan szokták nekem feltenni azt a kérdést, hogy de hát miért engem támadnának? Mi van ott, ami fontos lehet? Hát, hogyha nagy cégekről beszélünk, vagy kritikus infrastruktúrákról, akkor ott értelemszerűen célzott támadások vannak, de kisebb cégeknél, ilyen 5-6 fős cégeknél miért támadnának meg engem? Egyáltalán mi van ott? Ez a térkép, amit most itt kivetitek, ez az én otthoni webszerverem, amin gyakorlatilag van egy darab kis weboldal. És ez körülbelül egy napi támadásnak a naplója, térképre rakva, hogy az IP címek alapján honnan próbálnak mindenféle támadást intézni az én kis otthoni webszerverem ellen, amin semmi nincsen. Tehát miért pont engem támadnának? Engem ennyien támadnak. Önöket hányan támadják? Valószínűleg ennél sokkal többen támadják, csak hogyha megfelelő a védelem, akkor ezek lepattannak onnan, de érezhető, hogy ekkora támadásnál elég nagy az esély, hogy valaki be fog találni. Tehát érdemes mindenképpen a biztonságra megfelelő összegeket költeni. Ugye a védekezés az pedig abból áll, hogy megint csak az emberi tényezőt és a szoftveres tényezőt is valahogy javítanunk kell. Az embereket folyamatos oktatással lehet javítani. Tehát itt megint csak általában megint ilyen szabad szoftveres példát, ha hozhatok, nagyon sok cégnél azt a hibát szokták elkövetni, hogy bevezetnek egy szabad szoftvert, mert az olcsó, ingyen van, stb. Viszont azt a pénzt, amit esetleg megspórolnak azáltal, hogy nem egy fizető szoftvert választanak, azt elfelejtik oktatásra költeni. Pedig nagyon fontos, hogy azok, akik használják azokat a szoftvereket, azok tisztában legyenek azzal, hogy milyen fenyegetettségek vannak, milyen problémák vannak, és hogyan lehet ezek ellen védekezni. Bizonyos cégek szoktak csinálni szimulált támadásokat, amikor kifejezetten saját maguk ellen kérnek támadást valamilyen másik cégtől, és megnézik, hogy az alkalmazottak közül hányan dőlnek be ennek. Ki az, aki rákattint arra az e-mailre, ki az, aki megadja a jelszót, ki az, aki bedugja azt a pendrive-ot, amit a parkolóban talál, vagy ki az, aki megmondja a jelszavát egy tábla csokiért, mert ilyenek is vannak. És mindenképpen tudatosítani kell az emberekbe ezt a dolgot, ugye, ahogy felkonferáltak engem, a magánélet és az adatvédelem, ez nagyon fontos, nem csak a cégnél kell ezeket a dolgokat betartani, hanem minden esetben. Teljesen mindegy, hogy most valaki a saját eszközén dolgozik, és esetleg otthonról lép be a vállalati hálózatba, vagy otthon esetleg csak a saját e-mail fiókjába lép be, ugyanazokat a biztonsági dolgokat kell minden esetben megtenni. Ha ezt mindenki megtenné, akkor valószínűleg a támadások sikeressége nagyon-nagyon lecsökkenne. A szoftveres tényezőket, ha nézzük, ott viszont
folyamatosan figyelni kell azt, hogy mi történik. Tehát ha nem tudom, mi történik a hálózatomban, akkor honnan tudjam, hogy mi a probléma? És itt jön képbe az automatizálás, hogy a szakemberek ahhoz kellenek, hogy megállapítsák, vagy összerakják, feltérképezzék ezeket a dolgokat, viszont utána már nem a szakembernek kell ott ülni a monitor előtt és figyelni, hogy mi történik, hanem ha megvan az a minta, amit keresek, akkor ez már teljesen jól automatizálható, és az egészet akár meg tudja csinálni helyettünk a szoftver is. Nagyon fontos, hogy ez csak akkor működik, ha minden napra kész. Tehát az, hogy most nem telepítem fel a kritikus biztonsági frissítést, mert egy üzleti folyamatom esetleg tönkre mehet tőle, az a nagyobb probléma, vagy az, hogy az egész vállalat bedőlhet azért, mert azon a biztonsági frissítés hiánya miatti folt vagy lyukon be fognak jönni hozzám a támadók. És ami nagyon fontos, hogy minden incidensre reagálni kell a lehető leggyorsabban. Ehhez viszont arra van szükség, hogy legyenek megfelelő folyamataink, legyenek megfelelő eljárásaink, amik ezt garantálni tudják. Ugye a hibák kiküszöbölése megint csak emberi és szoftveres tényezőket, ha nézek. Az emberi tényezőkkel úgy lehet javítani a incidensekről való reagálást, hogy tudatosítani kell az emberekbe, hogy mi az a helyzet, ami probléma lehet. Ugye ezt megint csak nem lehet általános receptet adni arra, hogy ez probléma, mert ezt minden egyes cégnek a saját működéséhez képest kell megnézni, hogy mi az a incidens. Incidensnek én nagyjából azt mondanám, hogy a normális működéstől való eltérés, az már lehet egyfajta incidens. Ha valami olyan történik, ami eddig nem volt, tehát ha megint csak az otthoni kis webszerveremet nézem, ha hirtelen azt látom a naplófájlból, hogy rengeteg olyan oldalt próbálnak lekérni, ami nem létezik a webszerveremen, akkor biztos, hogy azt nem egy felhasználó kattingatja, mert nem tud hova kattingatni. Tehát ez egy olyan dolog, ami a normális működéstől eltérő, tehát erre valahogy reagálnom kell. Hogyha ez megvan, akkor ha sok ilyet láttak a kollégák, akkor megvan a megfelelő tapasztalat. Értelemszerűen megint csak az oktatásnak, a szimulációknak pont ez lenne a lényege, és itt megint csak a szakembereknek nagyon nagy szerepe van, hogy ezeket a tapasztalatokat ki tudják építeni a munkatársak körébe. Hogy tudják azt, hogy igen, ez egy phishing e-mail lesz, ránézésre megmondják. Én ránézésre megmondom, mert nekem megvan az a megfelelő tapasztalatom, hogy el tudjam dönteni, de nem biztos, hogy minden kollégám ezt így meg tudja mondani. És ami nagyon fontos, hogy azt nem szabad elhitetni a alkalmazottakkal, hogy most túl vagyunk egy ilyen teszten, és akkor rendben van. Jött egy szimulált támadás a cég ellen, mindenki megfelelt, mindenki úgy reagált, ahogy azt elvártuk, és akkor teszünk egy pipát, hogy a cégünk védett. Ilyen nincsen. Védett most, holnap már nem lesz az, holnap mással próbálkoznak. Tehát ezeket mindig folyamatosan oktatni kell az embereket, folyamatosan napra készen kell lenni, és ha megvannak a megfelelő folyamataink erre, azokat mindig napra készen kell tartani. Különben az egész semmit se ér, mert a holnap támadására nem fog tudni válaszolni. Szoftveresen hogyan lehet ezt megoldani? Tehát mik azok az automatizációk, amik segítenek ebbe? Előre elkészített folyamatokkal, incidenskezelési tervekkel, katasztrófa helyreállítási tervekkel kell rendelkezni. Ez nagyon fontos, hogy ezek meglegyenek. Tehát ne akkor, valahol olvastam egy ilyen jó kis mondatot, hogy nem akkor van baj, amikor nincs baj, hanem amikor van. Tehát utólag már könnyű ezt mondani, hogy hát igen, itt ezt kellett volna csinálni, de hogyha nekem erre előre megvan egy forgatókönyvem, hogy mi van akkor, ha ez történik, akkor ha tényleg történik egy ilyen, akkor csak elindítom a megfelelő folyamatot, és akkor nem ott kell kitalálnom azt, hogy hú, mi történjen akkor, amikor ez történt, hanem megvan a folyamat, ami egy jól dokumentált, jól bevált folyamat, és ezáltal a folyamat által pontosan lehet nyugodtan, higgadtan végigcsinálni azt, ami az adott incidenshez szükséges. Ugye alapvetően, hogyha szeretnénk ezeket a folyamatokat automatizálni, akkor megint csak a szakember és a szoftvernek a megfelelő összhangjára van szükségünk. Tehát, hogyha ez lenne az eredeti kérdésünk, hogy most szakember vagy szoftverre van szükség, vagy kiváltható egyik a másikkal, akkor én azt mondanám, hogy alapvetően nem váltható ki,
de mégis kiváltható. Hogy kell ezt érteni? Specializálódni kell. Tehát mindenki csinálja azt, amit ő jobban tud. Amit jobban tud csinálni a szoftver, automatizálást, folyamatos figyelést, megfelelő folyamatok indítását, azt bízzuk a szoftverre. De ahhoz, hogy ezek a szoftverek, ezek a folyamatok jól működjenek, ahhoz arra van szükség, hogy ezt szakemberek állítsák össze. Szakemberek állítsák össze, akiknek megvan a megfelelő tapasztalatuk, illetve ismerik az adott céget, akire ezeket a folyamatokat rá lehet szabni. Olyat nem lehet csinálni, hogy én leakasztok a polcról egy folyamatot, és azt mondom, hogy ez a folyamat, ez mindenkire jó lesz. Mert biztos, hogy nem lesz jó mindenkire. Tehát minden egyes cégnek saját magára kell szabni a folyamatokat, és ehhez viszont szakemberek kellenek, ehhez pedig az kell, hogy ismerjük a normál működést, és tudjuk, hogy mi az ettől való eltérés. És nagyon fontos, hogy amikor történik valamilyen incidens, és megtörténnek elindulnak ezek a folyamatok, végig megyünk ezen a folyamaton, amit előre kitaláltunk, akkor az adott incidens alapján érdemes ezt a folyamatot átgondolni, felülvizsgálni, hogy biztos, hogy jól találtam ki azt, amit csináltam. Ugyanis ideális esetben ezeket a folyamatokat az előtt hozzuk létre, ami előtt az incidens bekövetkezik. Tehát nincsen valós képünk arról, hogy a tényleges incidens az milyen károkat okozhat a cégnél. Viszont amikor megtörténik már egy ilyen, onnantól kezdve már van tapasztalatunk, tehát ezeket a tapasztalatokat be tudjuk építeni a folyamatba, és tudjuk alkalmazni a valósághoz. És onnantól kezdve a következő incidenst lehet, hogy már az elején el tudjuk hárítani, vagy ha mégis bekövetkezne, akkor megúszhatjuk minimális veszteséggel. Hogyha majd itt kimegyünk az ajtón, akkor ott van a standunk, ott lehet velünk beszélgetni, bővebben is akár. Nekünk vannak erre megoldásaink, amik ilyen előre elkészített folyamatokat nyújtanak, illetve lehetőséget adnak ezeknek a folyamatoknak a személyre szabására is. Úgyhogy én mindenképpen ajánlom, hogy ilyen folyamatokat érdemes bevezetni. Nekünk van rá termékünk, de másnak is van rá terméke, tehát mindenki azt választja, ami számára a legmegfelelőbb, és ez nagyon fontos, hogy ami a számára a legmegfelelőbb, tehát minden egyes vállalat különböző, nem biztos, hogy a mi termékünk mindenkinek tökéletesen megfelel, de vannak olyanok, akiknek a mi termékünk lesz a tökéletes választás, ezt mindenkinek magának kell majd tudni eldönteni. Úgyhogy hát én remélem, hogy több kérdést tettem most itt a fejekbe, mint ahány választ adtam, mert én válaszokat nem tudok adni ezekre a kérdésekre, hiszen mindenkinek saját magának kell ezekre válaszolni, hogy mindent megtesz-e azért, hogy a cége biztonságban legyen, illetve rendelkezik-e ilyen tervekkel, ilyen incidenskezelési folyamatokkal, hogyha esetleg bekövetkezne a probléma, akkor mit fog tenni. Ha még ilyenekkel nem rendelkeznek, akkor javaslom, hogy érdemes ennek nekiállni, most, amíg még nincsen probléma. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Nekem egy rövid kérdésem lenne. Lehet, hogy hosszú, de megpróbálom rövidíteni. Szóval, hogy ember vagy gép? Attól függ. Ugye a helyzet... Most egy ilyen bírósági tárgyalásra lennénk, tudod, ilyen dramatizált, akkor egy válasz van. De mondjuk most hagyjuk, hogy legyen. Igen, környezet nélkül nagyon nehéz erre válaszolni. Tehát ha nem tudom azt, hogy milyen környezetről van szó, akkor erre gyakorlatilag lehetetlen válaszolni. Vannak olyan helyzetek, ahol az ember kell, mert mondjuk teljesen 0 kilométeres cégnél valószínűleg nem fog a gép csinálni semmit. Viszont annál a cégnél, ahol van egy bejáratott csapat, egy megfelelő incidens kezelés van, ott valószínűleg azt mondanám, hogy gép, mert az nem fog hibázni. És akkor ezek szerint, ha jól értem, amit mondasz, azért ti vagy te vonzódsz inkább a gépek felé. Tehát, hogy valószínűleg ennek valami olyasmi lesz a vége, hogy több gép, kevesebb ember. Nem muszáj válaszolnod csak. Az ember mindig szükséges lesz, mert vannak olyan részek, amit a gép nem tud megcsinálni. A gép azt csinálja meg, amit az emberek mondanak neki. Tehát emberre mindig szükség lesz. Azokat a dolgokat fogja a gép elvégezni az emberek helyett, amit az emberek vagy nem megfelelő pontossággal, vagy pedig nem megfelelő minőségben tudnak végrehajtani. De ahol gondolkodás kell, ahol kreativitás kell, a mesterséges intelligencia még nem tartott, hogy ezeket meg tudja csinálni helyettünk. Világos. Akkor ti fogjátok őket idomítani.
Ebben bízunk. Köszönöm szépen az előadást és a figyelmet.